Nagyjából a pénz megjelenésével egy időben jelent meg a zálogkölcsön is. Az első magyar zálogház Pozsonyban nyílt 1773-ban. Akkoriban még nem léteztek takarékpénztárak, bankok, kölcsönt magánszemélyek nyújtottak uzsora kamatra. A zálogházak létrejöttének célja az uzsora kamat letörése volt. Manapság is azok az emberek mennek el a zálogházba, akik pénzhiánnyal küzdenek, de nemes fém, ékszer vagy drága kő van a birtokukban. Az ékszereket beviszik a zálogfiókokba, ott a becsüs megállapítja, hogy mennyi a piaci értéke. Ennek bizonyos részét megkapják, mint kölcsönt. A leggyakrabban behozott tárgy az a karikagyűrű. Mik tehát a konkrét feladatai a zálog és pénzkölcsönzőnek? Először is felbecsli a bevett ékszer vagy műszaki cikk értékét. Többnyire a nemes fémből készült ékszereket és a drága köveket veszik be zálogba. A zálog és pénzkölcsönző először szemrevételezi az ékszert. Leméri, ellenőrzi, hogy az ékszerbe van-e fémjel beleütve, akár magyarországi vagy külföldi. Ezeket természetesen ismernie kell. Ezután különböző módszerekkel meg is vizsgálja, megkarcolja, így megállapíthatja, hogy milyen tisztaságú az ékszer anyaga. Minél tisztább, annál magasabb a karátszáma, tehát az értéke. Ebbe a gyűrűbe van egy kisméretű brilliáns kő, és ilyenkor szoktuk megnézni, hogy milyen a kő minősége. Ugye a brilliáns az egy természetes kő, és minden természetes kőbe van valamiféle a természet által otthagyott kéznyom, nevezzük így, tehát ezeket zárványoknak nevezzük. Valamint megnézzük, hogy milyen a kő csiszolása, milyen a foglalatállapota, kő színe. Amikor ez megvan, akkor gyakorlatilag előveszünk egy úgynevezett karátkés nevezetű eszközt, amivel meg tudjuk mondani nagyjából, hogy milyen nagyságú a kő, és akkor ez alapján egy táblázat segítségével tudjuk megmondani, hogy milyen mértékű kölcsön tudunk folyósítani. A drága kövek bevizsgálása komolyabb munka, amit nem minden zálogfiók tud helyben megoldani. Ezután megállapítja az ékszer értékét, a kifizethető összeget. Ezt úgy kell kiszámítani, hogy ha az ékszert nem váltják ki, megfelelő áron értékesíteni tudja. Úgynevezett zálogjegyet állít ki, mely tartalmazza, hogy az ügyfélnek mikor és mennyi pénzt kell visszafizetnie az ékszer kiváltásánál. Az időpont leteltével lehetőség van a hosszabbításra. Ha nem jelentkeznek a kölcsönkért pénzösszeggel, az ékszer a zálogfiók tulajdonába kerül. Az emberek nagyon ragaszkodnak a tárgyakhoz, ugye személyes élmények kötődnek nagy részéhez, úgyhogy körülbelül olyan 95%-áért jönnek az ügyfelek és rendezik. Vannak zálogfiókok, amelyek a visszamaradt vagy új ékszer értékesítéssel is foglalkoznak. Így a zálog és a pénzkölcsönző eladói feladatokat is ellát, pénztárgépet kezel, beárazza az ékszereket, számlát ír. Lehetőség van még egyéb dísztárgyak, festmények, értékes bútorok, szőnyegek felbecsültetésére és zálogbaadására is. Korábbra visszatekintve ez egy nőies szakma volt, ma már hála Istennek, ugye férfi kollégák is vannak szép száma, meg hát vannak a szakmának olyan oldalai, ami ugye inkább a férfiak érdeklődésének tart számon, mint a műszaki cikkek, órák és hasonló. A zálog és pénzkölcsönző az ékszerek bevizsgálásához használ nagyítót a fémjelek beazonosításához. Alkalmaz királyvizet a nemes fémek tisztaságának megállapítására, karckövet, reszelőt, mérleget. A dokumentálást, a kölcsön kiszámítását, árfolyamok követését, zálogjegy készítését számítógép segítségével végzi. Elsősorban közvetlen kollégáival és az ügyfelekkel dolgozik együtt, valamint ötvösökkel, ékszerészekkel. Én leginkább az órákat szeretem, tehát az órák különböző típusai, ebből akár a legegyszerűbb is érdekes lehet. A zálog és pénzkölcsönző végzettség több képzési típusból összetevődő rendszerben szerezhető meg, és igazán csak erre a szakmára felkészítő képzés nem található. Ahhoz, hogy valaki zálog és pénzkölcsönző munkakörben elhelyezkedhessen, el kell végeznie a becsüs vagy a régiségkereskedő szakképesítéssel járó tanfolyamot. A becsős képzés során megtanulják az ékszerek és dísztárgyak, festmények, műtárgyak, bútorok, szőnyegek értékbecslését, drágakő meghatározást. A régiségkereskedő képzés során a műtárgyak forgalmazásával kapcsolatos tudnivalókat oktatják, és mindkét tanfolyamon tanítanak a zálog tevékenységről.
OK és tanfolyami szakképzések ezek, melyekhez érettségi vizsga és egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. A zálog- és pénzkölcsönző szakmában dolgozó alkalmazottak havi bruttó átlagkeresete megfelel az országos átlagfizetésnek. Ennek a szakmának hosszú múltja van és állandó piaca. Azok számára pedig ideális ez a foglalkozás, akik szeretnek ezekkel a gyönyörű ékszerekkel foglalatoskodni.